A hízó alapanyagot előállító tehenek hozamát úgy lehet növelni, hogy az egy tehénre jutó borjúszaporulatot fokozzuk. Ennek a feladatnak a megvalósításánál igen nagy lehetőség rejlik az embrió átültetésben, aminek segítségével jelentősen lehet növelni az egy tehénre jutó borjúszaporulatot ikrek előállításával. Típusú bikákkal termékenyített magyar tarka üszőkből alacsony költséggel F1 embriókat lehet előállítani. Az ikresítési program megvalósítása érdekében a későbbiekben más célra felhasználható, egészséges nemi szervekkel rendelkező üszőkből embriókat állítunk elő. Ennek a munkának a során meghatározzuk azon donorállatoknak a paramétereit, amelyek alkalmasak Szíriában termelhető, úgynevezett nyomjelzős embriók előállítására, továbbá azok a recipiensek, amelyek képesek ikervemhek kihortására. A kiválasztott üszőket szinkronizáljuk, majd szuperovuláltatjuk. A reagált egyedekből az embriókat gravitációs módszerrel kimossuk. A kinyert folyadékot leülepítjük, majd az embriókat megkeressük. Kikeresett embriókat minősítjük, majd glicerines kezelés után lefagyasztjuk. Az így előállított embriókat az előre kiválogatott, szinkronizált és ivarzáskor termékenyített tehenekbe 7 napos korban vértelen úton beültetjük. Ezzel az eljárással a borjúszaporulatot 20%-kal lehet növelni. Embrió átültetésből 40 állat vemhesült.
Ezekből 25 ikerborjút, 15 pedig egyborjút hord. Hagyományos termékenyítésből 50 állat vemhesül, 10 tehén selejtezhető. Az eljárás költségtényezőjét lényegesen lehet csökkenteni, amennyiben az ikervemhek előállításához darabolt embriókat alkalmazunk. Az embriók darabolását végezhetjük lézerrel, vagy a világon már széles körben alkalmazott mikromanipulációs eljárással. Az általunk alkalmazott ikresítés segítségével a húshasznú állomány szaporulatát lehet növelni, és ezáltal az ágazat rentabilitása fokozható. Széles körű nagyüzemi alkalmazását megelőzően azonban tisztázni kell az ikresítés optimális idejét, az ellések lefolyását, a borjak életképességét, fejlődését, a tejtáplálás egész ideje alatt, majd a hizlaldákon is.